Barbara, Miss Jackson. Na, csáosztok, sziasztok, én Norb vagyok, és itt vagyunk egy újabb lóerők harca videóban. És ebben a videóban a 4 darab gaunt lesz összehasonlítva. Először is mondanak nektek, hogy melyiknek mennyi az ára. Menjünk sorba, a gauntlet klasszik az 615 000, trade price-szal pedig 461 250 $. A simán gauntlet az 32 000. Akkor a Gauntlet Hellfire az 745 000, és a Gauntlet Classic Custom 815 000, ugye ez csak az átalakítás árára értendő. Na és akkor nézzük, hogy mik ezek az autók, mire lett mintázó való életben. Én megint sorra megyünk a Gauntlet Classic-kal. Az első generációs Dodge Challenger-re épül, a hűtőrács az 1970-es Dodge Charger, és a hátsó lámpa az a 1971 és 70 között gyártott Ford Torino, és az első lámpák az pedig a 65 és 70 között gyártott Ford Mustang lámpájhoz hasonlítanak. Na akkor most jöhet a sima gauntlet, az pedig a 2008 és 13 között gyártott Dodge Challenger, és ugye a szélesítések rajta az a 71-es Challenger RT-hez hasonlít, és a hűtőrács pedig az 5. generációs Chevrolet Camaro-hoz hasonlít. És ami még hasonlít az a Camaro-ra, az szintén a lámpa. Akkor jött a Hellfire, az egy 2018-as Dodge Charger SRT Demon. Ugye a Hellfire név az a Hellcat-ből származik, ugye van egy Dodge Challenger SRT Hellcat. Az osztott hűtőrács az pedig a 1970-es Plymouth Barracudán alapul, míg a motorvezetőnek a dizájn az a 15-ös Dodge Challenger Shaker és a 17-es Chevrolet Camaro ZL1, és a hátsó lámpák kialakítása az még a 15-ös Challengerhez hasonlít, míg a hátsó lámpák formája az 5. generációs Chevrolet Camaro itt is. És ugye a tolató lámpa még arról is külön van info, hogy az a 6. generációs Camaro. A hátsó öghajtó és a diffúzor az pedig a 6. generációs Ford Mustang. Na és akkor még maradt a Gauntlet Classic Custom, az pedig az 1969-es Dodge Charger Daytona teljes egészében, és az orrésze, az a sima formája miatt az 1970-es Plymouth Sub Super Beardhez is hasonlítható. Na és akkor most nézzük, hogy mit is tudnak az autók. 1.15. 1.15-kor indulunk. Jézus, fasza, mint az eke! Hogy elkapor? Azt a visszatett a hármas bölcsém! Engedjetek! Én azt nem hiszem el. Hagyjanál be, én nem Petit! Norbi lehagyta a izét, Hellfire-t! Mi? Ott hagytam. Na és akkor itt is volnánk a versenyen. Ugye már épített pályával, mint az előző részben is látható volt. És ugye hát a Hellfire az kilőtt meg a sima gauntlet is, ami számomra nagyon meglepő. De látható volt a gyorsulásnál, hogy a Classic Custom az rohadt gyors volt, szóval veszi is fel a tempót, csak ugye a rajtnál voltak gondok. Egy kicsit szűk volt ott a pálya, és azért fordult ki a Hellfire, de a Hellfire meg a Classic Custom az lenne az élen. Utána a Gauntlet követné a sima, és ez a sima klasszik lenne, szerintem leghátul. De ugye ez a pálya szélesítés, ez meg fog történni majd a következő részekre. És itt a Classic Custom nyert. Na és akkor most megyünk a városba. Ugye ez is a épített pályán van még szintén. És 55-re fogunk indulni. De itt is kijön, hogy ezek rohadtul elkaparnak a Hellfire, ez meg a sima gauntlethez képest. De a Classic Custom az felveszi a tempót, az megy mint az állat. Ez nem kérdés. Szóval itt egyértelmű, hogy itt a Hellfire maga a Classic Custom, ami elő van. Hát kicsit a másik gauntlet az kisodródott.
Még ugye ezt pályát még nem nagyon gyakoroltuk be, szóval ezért fordulnak még elő hibák, de ez a jövőben nem fog sűrűn előfordulni. Minél jobb legyen itt a teszt. De itt nagyjából mondom, itt az a dolog, ami volt a gyorsulásnál is. Hát a Gauntlet Classic Custom az úgy elhúzott mellette, mint találtam volna kb. Szóval így egyértelműen az a legjobb innen, meg a Hellfire. De ugye kijön így is itt a lényege. Meg ugye ezek az autók nem nagyon csúszkálnak, szóval látható volt, hogy megjelent meg az oszlopnak és maradt szépen az úton, szóval ilyen téren nincs gond velük. Ami itt inkább csúszkál, az a Hellfire, meg a Classic Custom a kanyarokba. Nem tudom, hogy stabilabb, ugye ez a sima Classic, meg a sima Gauntlet. Ezek egyértelműen, hogy tartják jobban az utat, mint a másik kettő. Na és akkor remélem tetszett nektek az a videó, hogyha így van, akkor csapassatok egy lájkot, írjatok autókat kommentben, amiket szeretnétek látni egymás ellen. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!